A Martonosi helyi közösség 2016-ban előrelátott programjának csak egy része valósult meg. A főutca aszfaltozása az évi költségvetés nagyobb részét fette. Horváth Gergely, a helyi közösség elnöke elmondta, hogy pénzellátásuk szűkös, mert a polgárok sem a vagyon, sem a környezetvédelmi adót nem fizetik rendszeresen. A helyi járulék decemberben megszavaztatásra került, de a befizetésekkel itt is gondok vannak. Az adóügyosztállyal karöltve, a községi adóügyosztállyal karöltve szeretnénk ezt valahogy az emberekkel kiegyezni, de ahogy tudomásom szerint másik településen is volt már, hogy ki akartak egyezni, négy szavazásra bocsájtottak az emberek, még azt is leszavazták. Nem tudom megérteni az embereket, tehát nem akarják azt megérteni, hogy a helyi közösségbe csak úgy van pénz, amit ők befizetnek. Tehát az államtól nem nagyon kapunk, mint támogatást. A helyi járulék megfizettetéséről és megszavaztatásáról kérdeztük a polgárokat. Mi a vélemény arról, hogy megszavazták újból a helyi járulékot? Hát ez nagyon vegyes érzelmeket fejt ki, mert a falunak nagyobb része nyugdíjas, és akkor a munkások azok nagyon elégedett, vagy hogy mondjam, hogy fő vannak háborodva, hogy nem fizeti mindenki. Ez valahogy érdekes törvény. Hát a helyi járuléka, hát én különben pozitív személyiség vagyok, tehát a helyi járulékot, hogy mondjam, szükségesnek tartom, de felhasználás. Ottan már jobban bele szeretnék szólni, vagy a népnek, de nincs kikérdezve, hogy mit akarna. Még jóformán program sincsen. Tehát nem lehet őket fülön fogni. Hogy hát akkor ez nincsen elvégezve. Tehát ezt hiányolom. A szűkös költségvetés ellenére a helyi közösségnek vannak tervei, amik megvalósításra várnak. Az idénre is előre van látva az aszfaltútnak a tovább aszfaltozása, a helyi közösség épületének a külső burkolata, és a Kishomoki iskolának az adaptálása, mert ott is szeretnénk azt a régi bolt területét, vagy rendezni a kishomoki embereknek. A bolt helységben szeretnénk egy nagyobb helységet kiképezni nekik, ahova ablakot kell tenni, meg egy ajtót, megvédeni egy tetővel azt, és akkor őnekik is van valami, mert volt egy barak, ahol össze tudtak jönni egy nagyobb rendezvényre, de így azt az iskolát egy tömör építésű épületbe, ahol már működik két iroda, tehát a helyi közösségnek van egy tanásterem, meg ez a civil szervezeteknek ki van adva a másik terem, ami tudomás erőnyt egy civil szervezet használott Kishomokon. A helyi közösség igyekszik a lakosok által bejelentett problémákat megoldani, de nem mindenre van keret. Megkérném a lakosokat, aki összetört a házal egy járdát, valamennyire tegye lehetővé annak a megjavítását, saját kezűleg, vagy visszarakni azokat a betondarabokat, ne úgy nézzen ki, ahogy kinéznek sok helyen. A másik lakosságot megint főkérném arra, hogy az utcán, főleg a fő utcán a saját hidainkat, ami vezet be a bejáratunkon, azokat pucolják ki, mert helyi közösségnek se embere nincs rá, az mind csak emeli a költséget, hogyha azokat nekünk kell kipucolni. A lakosok száma is nagyon megcsökkent. A fiatalok az iskola befejeztével külföldön próbálnak érvényesülni, míg azok, akik itt maradnak, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva igyekeznek fenntartani családjukat.